Ilyen szép környezetismeret tankönyve lesz a harmadik osztályosoknak a Kecskeméti Korvin Mátyás általános iskolában a 2023-24-es tanévben. A számolófüzet is érintetlen egyenlőre. Holnap ugyanis egyetlen később felvett diák kivételével összesen 594 tanuló kapja készhez az oktatási eszközöket. Az osztályfőnökök már átvették az osztályaik könyveit, és ahogy itt is látható a háttérben, elhelyezték a padokra. Kisebb gyerekeknek a mai tanévnyitó értekezlet után a szülőknek átadjuk a könyveket, a nagyobbak pedig hazavihetik ma, illetve a holnapi nap folyamán. Igaz, hamis, vagy kire vonatkozik a megállapítás? Az iskola is felkészült a tanévkezdésre, termeket újítottak fel, új pedagógusokat vettek fel, a házi rendet is hozzáillesztették az új jogszabályokhoz. Az idei tanév hosszabb lesz, de tovább tartanak majd a szünetek is. A Korvin Mátyás általános iskola fontos évet nyit. Újdonság lehet számunkra, ez kimondott a mi iskolánk, most lesz 40 éves, tehát 1983. szeptember 1-én nyitottuk meg az iskola kapuját, tehát ez egy jubileumi év is lesz számunkra, és nálunk még specialitás, hogy újra felélesztjük a sakkoktatást harmadik évfolyamon, valamint heti egy órában az elsőseink teniszoktatásban részesülnek. Holnap 3 osztályfőnöki órával kezdődik a nap, ahol minden tanuló megismeri például az új házirendet, az éves tanmenetet, majd a 4. órától indulhat a tanulás.